Nyílászáró csere, szigetelés és napelemek kihelyezése. Folyamatban van a Sátoraljai Újhelyi Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése. A létesítmény 2022. június 1-én nyitotta meg a kapuit a sportszerető és sportolni vágyó polgárok és az ifjúság előtt. Az azóta eltelt 2 évtizedes hasznos szolgálata után az épület bizony rászolgált a külső és belső megújulásra. Ami azt jelenti, hogy olcsóbb lesz a rezsie a sportcsarnoknak működés esetén, a fűtése is, és a nyári időszakban pedig a klímák megfelelő hőmérsékletet tudnak benne teremteni, ami alkalmas arra, hogy a nyári időszakban a legmelegebb napokon is nyugodtan lehessen használni a sportcsarnokot. Szükség volt rá, hiszen ez egy nagyon régi sportcsarnok, ez 20 éves ráncfelvarás mindenképpen kellett. Még a belső rész, amely maga a sportküzdőtér, és a többi öltözői rész, az ugye a pályázatnak nem része, nem tartozik hozzá, de ettől függetlenül ki fogjuk festetni, a mosdóknál a hibákat ki fogjuk javítatni, ott is rendet fogunk rakni, járólapokat ki fogjuk cserélni, tehát kívülbelül megújul a nyáron, úgy tudjuk átadni. A polgármester elmondta, örült, mikor megépülhetett a sportcsarnok, és most újra örül, hogy korszerűsödhet is a kor igényeinek megfelelően. Akkor, amikor ez átadásra került, hát igen, több mint 20 éve már, akkor én olyan boldog voltam, mert volt egy hasonló a Miskolc melletti településen, az már nagyjából készen volt, és akkor, mikor beültünk az autóba hazafelé, megmentük megnézni, akkor azt mondtam, hogy ha egy nap egy métert lehetne tolni, és átolhatnánk Újhelyig, akkor már neki gyűrköznék. Annyira tetszett. Település alpolgármestere kiemelte, ha egy beruházás eredményeként egyszerre nő a kihasználtság és csökken a fenntartási költség, akkor az a legjobb típusú fejlesztés. Ez nagyon fontos beruházás két szempontból is. Egyrészt, hogy télen jóval kedvezőbb legyen a fűtésszámla, a másik pedig pont a nyári időszak, hiszen a sportcsarnokot azért nyáron nem szívesen használták sem a bérlők, sem a sportszervezetek, mert irtózatos mértékben felmelegedett. Most ennek a beruházásnak nem csak az a része, hogy szigetelést kap az épület, ez egy nagyon fontos szempont, de napelemekkel telirakjuk a tetejét, és hőszivattyús rendszert kap, aminek ugye két irányú működése, télen fűteni tudunk vele, nyáron pedig hűteni, és azt gondolom, hogy ezzel a lépése egyrészt, hogy azért azt gondolom, hogy legalább 60%-át a energia költségnek a napelemmel fogjuk tudni megtermelni, másrészt pedig, hogy télen fűteni, nyáron hűteni tudjuk az épületet, sokkal nagyobb kihasználtságot fogunk tudni elérni. A létesítményt iskolák, sportegyesületek és különböző rendezvények szervezői is használták, remélhetőleg ők mind hamarosan újra birtokba vehetik majd azt, tette hozzá Dankó Dénes.